Köszöntöm Önöket, a Kanizsa TV híradóját látják. Nézzük először főbb híreinket egy-egy mondatban. Segítők, bűnmegelőzés kortársakkal, tábor fiataloknak. Nyár a könyvtárban, az iskolamentes időben is tárva a könyvtárkapu. Emlékfoci, sportársuk tiszteletére léptek pályára Miklósfán. Prevenció. 12. alkalommal nyitotta meg kapuit a kortárs segítők tábora vasárnap Kistolmácson. A fiatalok a következő egy hétben számos hasznos ismeretet tesznek szert a bűnmegelőzéssel kapcsolatban. Önismereti képzések és prevenciós foglalkozások szerepelnek a 12. kortárs segítő tábor programjai között. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a fiatalokat a leghatékonyabban a saját kortársaikon keresztül lehet megszólítani. Az egészségügyi alapellátási intézmény egyike azoknak a szervezeteknek, amelyek a kezdetektől támogatják a tábort. Itt előtérbe kerülnek az egészségnevelés feladatai is, az egészségfejlesztő tevékenység, alkohol, drogprevenció mellett, szexuális nevelés, terhesség megelőzés feladatai, ugye a védőnöknek kiemelt napi feladata is az iskola egészségügyi ellátásban, és ehhez kapcsolódóan tudnak ugye az iskolások nagy segítséget nyújtani, azáltal, hogy példát mutatnak, ugye ismereteket átadnak, vagy szükség esetén segítséget kérnek a szakembertől, többek között a védőnőtől is. A tábor egy hétig tart, de a kortárs segítők később is kapcsolatban maradnak. Havonta rendeznek találkozókat, ráadásul különböző feladatokba is bevonják őket. A legfontosabb, amivel ők kezdenek, ugye az alakaros Kanizsa strandfürdőn a folyamatos kortárs segítő figyelem. Itt azt kell tudni, hogy 2003-ban még olyan 40-50 bűncselekmény volt az alakaros a gránit gyógyfürdő területén, a kanizsai strandfürdő területén pedig ilyen 15-20 bűncselekménye lehetett számolni, és az elmúlt 3 évet tekintve már 1-2-re szorult vissza az a bűncselekményi szám, ami akkor történt meg, amikor a kortárs segítői felügyelet ott. A 12 év alatt akadtak olyanok, akik itt alapozták meg rendőri pályaképüket, de a szervezők hangsúlyozzák, a tábor célja nem a toborzás, hanem az ismeretterjesztés. Mínusz 73. A bejelentkezés és beiratkozás után derült ki, hogyan alakul a következő óvodai nevelési év Nagykanizsán. Az idei évben is csökkent az óvodába jelentkező gyermekek száma. A Nagykanizsa központi Rózsa óvoda székhelyi és tagintézményeibe 312 új óvodás jelentkezett, 385-en pedig szeptembertől elkezdik az iskolát. Nyár után így 57 csoportban mintegy 1300 óvodáskorú gyermeket fogadnak az intézmények. Nyitás előtt a Halis István Városi Könyvtár hétfőn meglepetéssel várt a látogatóit. A könyvtárban táborozó gyerekek, valamint a Honvéd Kaszinó ifjúsági csoportjainak fiataljai flashmoboztak az intézmény előtt. Rio, Ria, Hungária felkiáltással forogtak az olimpiai ötkarikát szimbolizáló gyerekek. Az olvasótábor idei tematikája az olimpiákhoz kötődik. Az a szép az olimpia szimbolikájában, hogy egyrészt szól a békéről, fegyvermentességről, az erőszakmentességről, szól a rendes versenyfeltételekről, a felprélről is, és mindenképpen szól minden kulturális tartalom, ami a földrészekhez, az országokhoz, a népekhez köthető. Az ötletgazda a könyvtár egyik új dolgozója, aki egy sokszínű, művészettel fűszerezett villámcsődületet álmodott meg. Amikor én elkezdtem itt dolgozni, feldobták a labdákat, hogy akkor milyen programötleteim vannak, és ez volt az egyik olyan, amiben közös megegyezésen el tudtuk dönteni, hogy akkor tényleg egy ilyen programot lehetne szervezni. Próbáltuk úgy megcsinálni, hogy nem csak mi hívunk rá embereket, hanem aki tényleg szeretné megmutatni magát, vagy érez magában annyi szereplés vágyat, akkor ő is nyugodtan tudjon velünk szerepelni. A tervek szerint a megmozdulás nem egyszeri alkalom volt. Mindenkit szeretettel látunk, aki szeretné magát megmutatni, ő jelezze, és akkor besoroljuk őt is egy ilyen hétfői 12.50-es kezdésre, és akkor remélhetőleg sokak számára kis bemutató lesz. Első alkalommal a gólyalábasok, az olvasótáborban lévő gyerekek és a Honvéd Kaszinó fiataljainak produkcióit láthatták a könyvtárba érkezők. Balatongyörök volt a központi helyszíne a Balaton napja rendezvénynek, melyen 15 településen egyszerre, egy időben ünnepélyesen megnyílt a balatoni strandszezon. A Balaton napját tavaly rendezték első alkalommal, hagyományteremtő szándékkal.
Ezentúl az első olyan nyári szombat lesz a tónapja, amelyen a Balaton hőmérséklete eléri a 20 fokot. Ezzel a kiáltással rohantak a strandolók a vízbe szombaton 14 órakor, 15 balatonparti településen egy időben, megnyitva ezzel a strandszezont a Balaton napján. Balatongyörökön, a központi rendezvény színhelyén fúvós zenekar kísérte a vízbe a fürdőzőket. A Balaton napja az első nyári szombat, amelyen a víz hőmérséklete eléri a 20 fokot, sőt... 23-24 körülbelül. 25 biztos van. Én nem bírom a hideg vizet, de az jó meleg most. 15 település arra szövetkezett, hogy turisztikai értékeiket ne önállóan, hanem együttesen mutassák be, a Balaton régiós szerepét hangsúlyozva. Egy időben zajló párhuzamos rendezvényeikkel magára a tóra hívták fel a figyelmet, azt remélve, hogy az idén tovább növekszik majd a látogatottság. A vízminőség nem lehet ennek akadálya. Az idejében kiváló a Balaton vízminősége, hiszen ezt egy hónappal ezelőtt a Limnológiai Intézet le is kommunikálta a sajtóban. Rengeteg eső esett az elmúlt hónapokban, úgyhogy a Balaton vízszintjével sincsen gondunk, hogy én azt gondolom, hogy a Balaton vize nagyon kiváló idén. Délután 14:30 ismét csak közös balatonparti program következett. A Balaton borával, az első ízben előállított régiós bormárkával kocintottak Balaton szerte a strandolók. Ez azért fontos, mert nem csak a borban, hanem a turizmusban és gasztronómiában igazából a régiók versenyeznek egymással Európában. Tehát azt mondom, hogy Bordeaux, Provence, Elzász, Toszkána, ezek régiók, és ezek nagyon kemény versenyben vannak egymással. Balatonnak ez nem csak a bor miatt, hanem a borturizmus és a turizmus miatt is nagyon fontos. A strand szezon tehát hivatalosan megnyílt, van jó víz, jó bor, jó programok, és remélhetőleg lesz jó idő és sok vendég is. Kevés a dolgozó és sok a munka a balatonparti büfékben. Számos szezonálisan nyitvatartó büfé és étterem vezetése panaszkodik arra, hogy nehezen találnak képzett dolgozót, de a szállodák is küzdenek a munkaerő hiánnyal. A vendéglátósok úgy vélik, ennek okai a külföldihez képest jóval alacsonyabb bérezésben keresendők, valamint abban, hogy évről évre csökken a szakmunkások száma is. Nehezen boldogulnak idén a szezonálisan nyitvatartó büfék és éttermek a Balatonnál. A régóta üzemelő vendéglátóhelyeknek ugyan megvan a szakképzett törzsgárdájuk, de a kisegítő személyzet terén ők is hiányt szenvednek. A büfé tulajdonosok szerint ennek az az egyik oka, hogy külföldön az itthoni bérek többszörösét tudják megkeresni azok, akik dolgozni akarnak. Azt gondolom, hogy a külföldön kínált bérekkel nem nagyon tudunk versenyezni. Viszonylag szűk a nyári szezon a Balatonon, ugye sajnos újra egy-két és fél hónapról beszélhetünk. Ezzel szemben nagyon sokat dolgozik a helyi turizmus, hogy ezt kibővítsük, és új szezonokat nyissunk tavasszal ősszel. Ugyanakkor azt a bért, amit külföldön megkapnak a kollégák, nem tudjuk nekik megadni áprilistól szeptemberig. A Balaton parti állás nem csak a szezonalitásban különbözik a többi munkától, hanem abban is, hogy a munkaidő lényegesen hosszabb és kötetlenebb, mint általában. Éppen ezért a keszthelyi agglomerációban élők és a kisgyermekes édesanyák nem vagy csak nagyon nehezen tudják vállalni ezt a típusú munkát, véli dr. Varga Andrea, az Zala megyei kormányhivatal keszthelyi járási hivatalának vezetője. Keszthelyi járásban is tapasztaljuk a munkaerőhiányt. Jelenleg 180 álláshely van, amit bejelentettek a munkáltatók, ahova szakembereket keresnének. Legtöbben pincért és pultost keresnek, ezen túl pedig elég nagy a hiány szakácsból, cukrászból is, valamint egyéb idegenforgalmi igényeket kielégítő szakmákra is keresnek embereket. Számomra érték a munkavállaló, hiszen tudod azt, hogy ahhoz, hogy kiképez nagyon sok energiádba kerül, és meg fogod becsülni, vigyázni fogsz. Vannak olyan étterem tulajdonosok is, akik pozitívabban látják a helyzetet, köztük Bezerics Dániel is. Szerinte a munkáltató hozzáállása is sokat tehet azért, hogy a szakképzett fiatalok itthon maradjanak és balatoni munkahelyeken vállaljanak munkát. Az éttermek nyitva tartásán is változtatni lehetne, hiszen az a büfés és vendéglős, aki nem két hónapos szezonban gondolkodik, könnyebben talál dolgozót. Egyre több olyan hely van, ami valójában minőségi szolgáltatással próbálja
egyrészt a vendégeket, másrészt pedig a vendéglátó kollégákat magához csábítani. Én igazából abban hiszek, hogy remélem, hogy egyre többen elkezdjük majd a Balatont egy szemüvegen keresztül nézni, és ez a jó példa ragályos lesz, hiszen egy hihetetlen értékes tájegységen élünk. A balatoni kör egyik alapító tagja hozzátette, a Balaton nem csak nyáron kínál programot, ezt kellene felismerni és kihasználni a vendéglátósoknak is. Úgy véli, egyre több vendéglátóhely próbálkozik az éves nyitvatartással, és ez talán magával hozhatja a dolgozók bérének emelkedését és a munkaerőhiány csökkenését is. Egy perces néma csenddel kezdődött az a jótékonysági mérkőzés, amelyet Báthori Gergő emlékére rendeztek vasárnap Miklósfán. A település csapatának 25 éves kapusa június 11-én hosszantartó súlyos betegségben hunyt el. Csapattársai a család megsegítésére fogtak össze. A Miklós Felse a Pogány Szent Péter csapatát fogadta, de a meccs során Báthori Gergő családtagjai és hozzátartozói is pályára léptek. A mérkőzésen mintegy 200-an emlékeztek a fiatalon elhunyt kapusra. És most nézzük főbb híreinket még egyszer röviden. Segítők, bűnmegelőzés kortársakkal, tábor fiataloknak. Nyár a könyvtárban, az iskolamentes időben is tárva a könyvtárkapu. Emlékfoci, sporttársuk tiszteletére léptek pályára Miklósfán. A Kanizsa TV híradóját látták, híreinket, műsorainkat megtalálhatják a www.kanizsatv.hu hírportálon és Facebook oldalunkon is. Munkatársaim nevében is megköszönöm figyelmüket, nézzenek minket továbbra is, viszontlátásra!